Egyik legfontosabb feladat, hogy a magyar társadalom szétszakítását meg kellene akadályozni és lassítani kellene. Ez az egyik legfontosabb dolog. De ugyanúgy a gazdaság is szakad szét. Szakad szét az egyre kevesebb multira és nagyvállalatra, és az egyre több és egyre kevesebb és tengődő, és gyakorlatilag már működni nem tudó kis- és középvállalkozásra. Önök nem akarják azt megérteni, hogy ma Magyarországon a kis- és középvállalkozásokat kellene erősíteni. Nem akarják megérteni, hogy a magyar gazdaságot sok lábra kellene állítani. Önök egyszerűen egy álomvilágban élnek. Önöknek fogalmuk sincs már néha az az érzésem arról, hogy hogyan élnek az egyszerű szegény magyar emberek, hogy hogyan lehet havi 88 ezer forintból, vagy abból kevesebből megélni. Önök nem figyelnek arra, hogy a szakadék ez gyakorlatilag nő a szegények és a gazdagok között. Az eszközöket ehhez kell választani. Önök rossz eszközt választanak akkor, amikor a nyereségadót a egykulcsossá akarják tenni, amikor önök az 500 millió forint feletti nyereségűeknek kedveznek, amikor nekik adnak 10%-ot, amikor nekik adnak 170-180 milliárd forintot a költségvetésből, amikor ennek a pénznek máshol lenne a helye, amikor az oktatásra, amikor az egészségügyre kellene fordítani. Önök erről nem beszélnek. Önök amögé bújnak valóban, hogy a szocik nem tudom hány évvel ezelőtt mit csináltak. Előre kellene nézni, képviselőtársaim. És meg kellene nézni azt, hogy milyen eszközöket kell választani. Önök rossz eszközt választanak. Ezzel az eszközzel tovább fognak az emberek elszegényedni, és igenis Magyarország a multikországa lesz. Mi lesz Magyarországból? Önök azzal foglalkoznak csak, hogy a minimál béreseknek a bérét meg tudják emelni. Mi van azzal, akinek 5 forinttal több a bére, mint a minimálbér? Mi fog azokkal történni? Semmi. És hogyha a világban, amiről ugye egyre többet rebesgetnek, hogy várható egy hasonló helyzet, mint ami 2008-ban volt, mi történik Magyarországon? Önök kiszolgáltatták az autóiparnak a magyar gazdaságot. Mi fog történni akkor, hogyha egy válság megindul? Itt van Olaszország, nézzék meg a bankokat. Arról beszélnek, hogy az olaszországi bankoknak a csődje milyen hatással fog Európára hatni. Arról beszélnek, hogy önök 6-8 évre előre megtervezik szépen a minimálbér emelésnek a lépéseit. De azt kell mondani, képviselőtársaim, nem látnak tovább az orruknál. Mi fog utána? Azt fogják mondani, hogy majd a következő tehet róla? Végig kellene gondolni azt igenis, hogy jó eszközöket válasszanak, és nem politikai blablákat kellene ide behozni, nem arról kellene beszélni, hanem tartalmi kérdésekről, arról, hogy az embereknek jobb legyen. Köszönöm a figyelmet.